Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok! Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra. értek tanulni, kedves barátaim! Én Megyeri vagyok. Elfelejtettem bemutatkozni, és még teljesen egyedül, de nem baj. Addig összeszedem a gondolataimat. Ugyanis most már nem is vagyok egyedül, jó estét kívánok Orsinak, Rozáliának, Majoros Timinek, szeretet üdvözlöm, a kemény mag gyülekezik, jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik, Marián Zsolti barátomnak, szeretettel üdvözlöm őt is, és természetesen az egész családot, jó estét kívánok Orsi, <coughs> szeretet üdvözlöm Ráhelt, most már több mint 15-en vagyunk, jó estét kívánok mindenkinek, akik most csatlakoztak, Zoltán, László, Gábor, Péter, András, jó estét kívánok Zsuzsának, Eszternek, Jégerlaci barátomnak, de rég láttalak. Jó estét kívánok Katinak, mindenkinek szépen, nagyon szépen és szívből köszönöm azt a sok, akár privátban, akár uh, itt az üzenőfalon. Jó estét kívánok Máté Lalánnak, Csabának, Csárlinak, Lilinek, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott, Frigyes János, Emily Emri, jó estét, Veronika, jó estét kívánok, Attilának, szeretettel üdvözlöm Zsókát. most már több mint ötvenen vagyunk. Mádon vagyok éppen, mádon, meg is mutatom, csak hogy elhiggyétek nekem, bejöttem ide egy. Hátsó szobába, ugyanis a, a szoba, ahol alszunk, az elég közel van oda, ahol a feleségem a gyermeket altatja majd, nem sokára. Ugye itt vagyok mádon a rabiházban. Itt van az a könyvtárszoba, nem sokára a feleségem. Lejöttünk ide most sabátra, itt leszünk ezen a hétvégén. Vasárnap már Budapesten leszünk, tehát tulajdonképpen mikor ott legközelebb találkozunk, akkor már Budapesten fogunk találkozni. És itt van egy ilyen nagyon jó kis szóba egy kicsit kuplerájos, de nem baj. Ezek a híres mádi rabbik, a, ez itt Winkler Mordechai, volt a híres mádi rabbi a 20. század elején, 1932-ben halt meg. Ehrenreich rabbi, Chaim Cvi Ehrenreich, 1937-ben halt meg még a soa a holokauszt előtt. Őt követte Mádon a rabbi székben a fia, Mosa Leib Ehrenreich rabbi, aki sajnos 1944-ben meghalt, a nácik gyilkolták meg, Isten bosszulja meg a vérét, és a legutóbbi rabbi, szintén Ehrenreich, leszármazott Eliezer Ehrenreich, ő már New Yorkban, Brooklyn, New Yorkban lakott, 2013-ban halt meg, háromban halt meg, de, de, de Mádi rabbi azóta is van, Ehrenreich rabbi fia, viszi tovább ezt az örökséget, tehát itt vagyok, a rabi házban, ami egy ilyen csodálatos hely. Étel úgy látom, hogy csak akkor talán kicsit, kicsit jobb a vétel. És most pedig ide bejövök ebbe a csendes kis szobába, maga ide zárom az ajtót, hogy a két éves kisfiam esetleg ne gondolja úgy, hogy jó ötlet lenne apát zavarni. Amikor veletek beszélget, jó estét kívánok, de a feleségem mindjárt leteszi őt aludni, úgyhogy, úgyhogy um, nem fogunk ma se unatkozni. Még előjáróban, mielőtt rátérek a, mielőtt rátérek a köszönöm szépen a, születésnapi kívánságokat mindenkinek, aki most kívánt, Az előbb megköszöntem és ismételten köszönöm mindenkinek, aki írt külön, privát üzenetben, üzenőfalon, Facebookon, akárhol tényleg nagyon jól esik ez a sok szeretet, amit kapok tőletek, igyekszem rászolgálni. Fontos nap ez a mai, na nem az én születésnapom miatt, az polgári dátum, hanem azért, mert ma este köszöntött be Adár hónap hetedik napja. Úgy is hívjuk Zain Adár. Zain az a Héber Z hang betűje, és minden betűnek van számértéke. És a hetedik betűnek, a Héber ABC hetedik betűje az a Z hang, Zain, és ennek a számértéke az, az hetes. Szóval, szóval Zain Adár van ma, ez pedig Mózes, Mózesnek, ugye a Mózes mesterünknek, a profétának, Mózesnek, a születésnapja, illetve a halálozási napja. Ez egy különleges nap a zsidó kalendáriumban, nem egy különösebb ünnep, de, de mindenképpen megszoktunk róla emlékezni. Hogy Mózes volt ugye a proféták legnagyobbika, a zsidó nép pásztora, Isten hű pásztora, akivel Isten úgy beszélt, mint egyik ember a másikkal. És, és, és amiatt, hogy Mózes egy ilyen különleges ember volt, akin keresztül a Tórát kaptuk Istentől, ezért, ezért ugye az ő halálozási évfordulója Mózes 120 évet élt, azt mondja a Tóra, hogy beteltek Mózes életének napjai, ami egyben azt is jelenti a bölcsőink, azt tanulják belőle, a Talmud bölcsi azt tanulják belőle, hogy ez azt jelenti, hogy tökéletes éveket élt, azaz a születésnapján halt meg, 120 évesen, amikor betellett a betelt a életének a nap, jó, közben jó estét kívánok mindenkinek. Holnap este be fogok menni a zsinagógába, vagy holnap este nem, nem fogok bemenni, már péntek este, holnap este nem találkozunk, de majd fogok küldeni egy pár fényképet ide, kiteszek az oldalra itt a Mádi zsinagógából, bár egyszer már jelentkeztem be onnan, ha jól emlékszem, valamikor nyáron. <kül> szóval a halálozási évfordul az mindig egy különleges nap, azért is, mert amikor a halálozási évfordulókor a cádikok, az igaz emberek, az elhunytak lelke, az még szorosabb kötelékben van ezzel a világgal. Ha úgy tetszik, hogy a halál után, amikor az ember meghal, a lélek kiszáll a testből, a lélek visszamegy a lelkek birodalmába, a lelkek dimenziójába, és szépen lassan megszűnik a kapcsolata ezzel a világgal. <kül> Szépen lassan, ugyanúgy, ahogy amikor beköltözött a lélek, mielőtt megszületett az ember, beköltözött a lélek a fizikai testbe, fokozatosan építette ki a kapcsolatát a világgal, ezzel a fizikai világgal, ugyanúgy ez a kapcsolat fokozatosan szűnik meg, majd ezzel a fizikai világgal. De a születésnapokon, illetve a jarcájtokon, a halálozási évfordulókon ismét intenzívebbé válik ez a kapcsolat a fizikai világgal. Valahogy olyan, mint amikor a, a lelkek sok év után, Mozes több mint 3000 éve nincs már köztünk fizikailag, de a lelkének ilyenkor még visszatekint erre a fizikai világra, szóval erősebb a kapcsolat, <kül> úgyhogy ez egy különleges nap. Vannak is szokások ilyen különleges napon, két, két ilyen szokás is van ezen a napon. Az egyik szokás az az, hogy halat szoktunk enni, Záinádárkor Mózes születésnapján halat eszünk, ennek több oka van, legalább hármat mondok. Az első legprofánabb oka <kül> az az, hogy Adár hónapnak, ennek a Héber hónapnak, amit most írunk, Adár hónapnak a csillagjegye az a halak. A halak csillagjegye Adár hónap. Úgyhogy ez az egyik oka, amiért Zain Adárkor Adár hónap hetedikén halat teszünk. A másik az az, hogy a Héber hal szó, úgy mondják Héberül a halat, hogy dag, és ennek a ez két betűből áll, egy daletből és egy gimelből. A dalet betű számértéke 4, a gimel számértéke 3, a dák számértéke tehát 7, úgyhogy Adár hónap 7-én, hónapnak a konstellációja csillagírja hal, és Adár hónap 7. napja van, ami szintén a hal szó betűinek számértéke. <coughs> Egyébként ez az oka a többek között annak, sok mások ok mellett, hogy sabátkor, szombaton is mindig eszünk halat, szokás, szombaton mindig halat enni, péntek este is, meg szombat reggel is, de legalább valamelyiken, mert a dág, héber szó, ami a halat jelent, számértéke 7, és szombat a hetedik nap. És van egy harmadik oka persze, vagy több, több oka is van, de legalább még egy harmadik oka is van, hogy a zsidó nép a halhoz hasonlítható, és a, és a Talmud bölcsét gyakran halhoz hasonlítják a zsidó népet, csak, csak úgy, mint a hal, nem tud víz nélkül élni, mondja a, vagy, vagy ugye az a szabály, hogy a hal nem tud víz nélkül élni, közben köszönöm más leszinek, hogy a tavaly Záin bejegyzésemet belinkelte, csak úgy, mint egy hal nem tud víz nélkül élni, ugyanúgy a zsidó nép nem tud tóra nélkül élni, pedig a víz szinonimája, hogy ezt korábban is megbeszéltük, a tóra, vagy pontosabban a víz, az a tóra eufemizmusa. Sokszor a Biblia, amikor vízről beszél, akkor a tórára utal. Tehát csak úgy, mint a halak nem tudnak víz nélkül élni, ugyanúgy ugyanúgy a zsidó nem tud tóra nélkül lenni, és van még egy ok, ami miért a zsidó nép hasonlatos a halakhoz, nagyon rossz itt a megvilágítás, azt hiszem. Van még egy ok, amiért a zsidó nép hasonlatos a halakhoz, az pedig az, hogy, hogy, csak úgy, mint a halak, nem nincsen szemhéjük, az ő halaknak a szeme sosincs csukva, ugyanúgy, ugyanúgy az örökkévaló szeme kvázi sosincs csukva, amikor a zsidó nép, amikor az emberiség boldogulásáról van szó, tehát ez még egy negyedik ok, amiért ilyenkor halat szoktunk enni, tehát Zájnádárkor Mózes születésnapján, illetve a halálzás évfordulán, ami ma van, halat szoktunk enni, úgyhogy ez egy különleges nap, egy vidám nap, Adár hónap, általában a legvidámabb hónap a zsidó kalendáriumban, jövő héten, mához egy hétre kezdődik Purim ünnepe, amiről az Eszter könyvében lehet olvasni, a Bibliai Eszter könyvében, a zsidó nép csodálatos megszabadulása, köszönöm mindenkinek, aki még most is boldog születésnapot kívánt, tényleg nagyon jól esik a szeretetetek, Szóval uh, Purim ünnepe az Eszter könyvében, az Eszter könyvében megemlített uh, uh, történet, csodás megszabadulás, a, a, egy tulajdonképpeni holokauszt elől uh, ez a, ennek az ünnepe lesz egy hét múlva, de ezt megelőzem már átár uh, hónap 7 mint említettem, ma van. Köszönöm szépen, Laci, hogy betinkeled ezeket a dolgokat, ezeket a linkeket <coughs> a blogomból. Tényleg rád mindig lehet számítani, amikor, amikor háttérmunkáról van szó, vagy háttérinformációról van szó, és tényleg nagyon hálás vagyok érte neked, egyszer remélem, hogy személyesen is találkozunk, mert eddig még nem volt szerencsénk. Szóval most már hetek óta a Lubavicsi Rebe, a hetedik Lubavicsi Rebe, a Jom Jom című könyvének tanuljuk, ugye ez egy, ez, egy, ez egy rövid kis könyvecske, a ebben minden napra ad egy kis tanítást, egy kis gondolatot. Adár hónap hetedikére, talán nem véletlenül, mivel hogy Mózes <tosz> Sőt, biztos, hogy nem véletlenül, mivel Mózes születésnapjáról vagy szó, és halálozás évfordulójáról, ezért a bejegyzés valamennyire kapcsolódik Mózes életművéhez. <coughs> Elnézést. Azt mondja erre azt mondja Különösen fontos tudni a minden zsidónak, hogy ő a világ urának követe, akinek feladata van bárhol is legyen, hogy megvalósítsa Isten akaratát és a világ mindenség teremtésének célját, ami tulajdonképpen nem más, mint megvilágítani a világot. Elnézést, mint megvilágítani a világot a Tóra és az Avodá, azaz az Isten szolgálat fényével. Ezt a gyakorlati mitzvák, azaz parancsolatok megtartásával, és azzal teheti, teheti meg, hogy azokat személyiségének részévé teszi. Ugye ez egy olyan gondolat, ami pont két nappal ezelőtt volt a, a, a rebének gondolata, hogy amikor azt mondta, hogy bárhová is visznek a lábaink, minden a tóra, mindent a tórával kell megjavítani, de ez egy, egy más, egy picit, egy nyit más gondolatot tartalmaz. Természetesen van benne újdonság. Tulajdonképpen a rebel azt mondja, hogy az ember, az ember Isten követelzen ezen a világon. Az ember a teremtés koronája. Minden cselekedetünkkel Istent reprezentáljuk. Ugye egy nagykövetség. egy nagy követség, ugye a politikában, diplomáciában a nagykövetség az egy adott országot képvisel egy másik országban is. Amikor egy adott, közben itt van, itt van a bátyám is Dublinból, és természetesen megérkezett a drága feleségem is, két szobával arrébról, de az közelebb van, mint Dublin. Szóval jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozott. Tehát a nagykövetségek, ugye a nagykövetség célja, amikor, amikor egy ország nagykövetet küld egy másik országba, pont tegnap esküdött föl az Egyesült Arab Emírségek első izraeli nagykövete, ami egy fantasztikus hír, ugye, ha, ha, már, ha már ilyen aktuál politikáról beszélgetünk. Szóval a nagykövetek feladata az az, hogy képviseljék az, az országukat egy másik, egy idegen országban. És amikor arról beszélünk, hogy képviselik, akkor nem csak arról van szó, nem csak arról van szó, hogy politikailag képviselik, hanem arról is van szó, hogy, hogy, hogy kulturálisan, eszmeileg, világlátás szempontjából képviselik, az adott, egy, egy, adott nemzetet egy másik országban. <laughs> sok életem során sok nagykövetségben jártam, több voltam Washingtonban például a Magyar Nagykövetségen, ami tényleg olyan volt, mint egy kis Magyarország Washington közepén, mert minden magyarul van, és magyar szellemiség, magyar szellemiség lengi körül, ugyanúgy, mint a magyar nagykövetséget Izraelben, vagy az izraeli, vagy az amerikai nagykövetséget itt Magyarországon. Szóval mindig az adott országnak a szellemisége lengi körül ezeket a követségeket. Egy nagy követ, tehát fontos nemcsak hogy fontos feladat, nemcsak hogy fontos feladat, hanem egy küldetés is tulajdonképpen képviselni az embernek az országát, az adott a, 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 a hazáját egy másik egy idegen földön. Ugyanígy az ember, főként a zsidó ember Isten követelzen a világon, Isten követelzen a világon, ugye az ember a teremtés koronája, az ember miatt van az egész teremtés, ugye? Az embernek rá kell szolgálni, ez egy olyan megtiszteltetés, hogy amire az ember rá kell szolgáljon. És, és, és az ember mindig Istent képviseli a, 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 ezen a világon, viselkedésében, megnyilvánulásaiban, beszédében, és főként cselekedeteiben. És Isten követeként, mivel hogy Isten követei vagyunk, ezért nem csak valami holmi reklámtábla vagyunk, nem olyanok vagyunk, mint egy turisztikai reklám, amikor ugye látjuk a, mit tudom én, a horvát tengerpartot reklámozzák itt Magyarországon. Mi nem Istent reklámozzuk ezen a világon, nem ez a feladat. A feladat az az, a feladat az az, hogy, hogy megvalósítsuk a teremtés célját, ami nem más, mint a, a tóra fényével, a parancsolatok megtartásával bevilágítani ezt a világot. Ugye a, a, a teremtés célja az nem más, mint ebből a fizikai világból, mindenből ami fizikai, mindenből ami materiális, abból valamilyen szentséget csináljunk. Hogyan tesszük ezt a szentséget, hogyan, hogyan változtathatjuk a fizikai szenté, hogyan változtathatjuk a profánt, a hétköznapi szenté, úgy, hogy, ö, hogy, hogy Isteni szellemiségét, Isten szellemiségét visszük be ezekbe a dolgokba. Mondok egy példát, erről korábban beszéltünk, de talán nem elég, nem elég, ismételni. Például, például, például az evés, az evés, vagy az ivás, vagy a, szék, a, a, a mosdóban, ugye a székelés, az, az vagy akár a szexuális együttlét, vagy az alvás, ezek mind olyan dolgok, amit nem csak az emberek csinálnak, hanem a nálunknál alantasabb teremtmények, az állatok is csinálnak. Az állatok is alszanak, az állatok is esznek, az állatok is isznak, az állatok is alszanak, az állatok is szexelnek, élnek, hogy mondjam, házas életet, vagy nem, nem úgy hívják, szaporodnak. Az ember feladata az az mégis, hogy ezekből a profán, hétköznapi, ha úgy tetszik, állati dolgokból valami isteni csináljon kiemelje. Héberül a kados, azt jelenti, hogy szent. A szent. az, a szó, hogy szent héberül, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy elkülönített. Azt jelenti héberül a kados, hogy elkülönített. Elkülönített, mire különített el? Egy külön célra. Egy speciális célra van elkülönítve. Minden, ami szent, az valamilyen speciális célra van elkülönítve. Ezt jelenti az a szó, hogy szent. A szent nem azt jelenti, hogy erkölcsös, a az szent nem azt jelenti, hogy szép vagy jó, hanem azt jelenti, hogy egy különleges célra, különleges célra, különleges célra vannak van, elkülönítve. Ez azt jelenti, hogy a, ha az, az, evés például, csak vegyük az evést az előbb említett ilyen állati funkcióknál, vagy funkciók közül, az evés például, hogy ez egy nagyon profán, nagyon hétköznapi dolog, ahogy, ahogy beszéltük, az állatok is esznek. Nálunknál alatt alatt alantasabb teremtmények is esznek. Azonban, 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 ha, amikor eszik az ember, akkor ügyel arra, hogy amit eszik, az kóser legyen, az megfeleljen a Biblia törvényeinek. Ügyel arra, hogy a, <coughs> mielőtt eszik valamit, az előtt mondjon egy áldást, Na, annak megfelelő, a halálhá, a zsidó vallási jog szabályainak megfelelően, a megfelelő áldást mondja a megfelelő éterem, miután eszik mondjon megfelelő áldást, az étkezés előtt kezet mosson, ahogy azt a bölcsény megparancsolták. Ezek mind olyan dolgok, amelyek, amelyek által, amelyeken keresztül szentet tudunk csinálni, vagy szentét tudjuk tenni a profánt a hétköznapit. Ezt, jelent, ez jelenti, vagy ezt jelenti az, amit a rebe mond, hogy a parancsolatok megvalósításával, a, pa, a, a micvák a parancsolatok megvalósításával, tehetjük a világot szenté, ezt a profán hétköznapi világot szenté, hiszen a parancsolatok, mint az, hogy az ember áldást kell mondjon az étkezés előtt, mint az, hogy, mint az, hogy nem lehet bármit megenni, csak ami tiszta, megfelelő, rituális módon van elkészítve, stb. 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 Át, á, étkezés után mondunk áldást, és így tovább, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek által a hétköznapiból szent ö, ö, csinálható. Most persze, ez, ez, a, ez a ami az evésre vonatkozik, ugyanez vonatkozik az ivásra, de a, az alvás is, vegyük az alvást, vagy még egy példát, az alvás is, az állatok is alszanak, az állatok is pihennek, az ember azért kell, hogy pihenjen, hogy másnap, ugye mint a mobiltelefon, ami lemerül és fel kell tölteni az akkumulátort, az ember akkumulátori is feltöltésre szorulnak, az ember feküdjön le, azért, hogy másnap, újult erővel tudja szolgálni a teremtőt, újult erővel tudjon parancsolatokat csinálni, újult erővel tudjon micvákat végrehajtani. És ha az ember ezzel az intencióval, ezzel a kavanával, ezzel az intencióval, ezzel a szándékkal közelít az alváshoz, nem pedig azzal a, a szándékkal, vagy, vagy intencióval, hogy valamilyen állatias dolgot csinál, akkor az alvásból, ebből az igen profán, ebből az igen hétköznapi, ebből az igen állatias dologból e, tudunk valami Tudunk valamilyen szentet, valami szentet csinálni. Ugyanez vonatkozik a legsikamlósabb témára, ugye a házas életre, a nemi életre, a szexre. A, az, ember, az, emberi, az ember házas életet él, az állatok, ahogy Ács nagyon helyesen kiavított engem, az állatok párosodnak, vagy páro, páros, pá, pározódnak, vagy párosodnak. Üm, ugye a, a szexuális együttlét, az szintén egy, az szintén tulajdonképpen az állatok is ugyanezt csinálják. Na de, az ember attól, attól, ember, az ember attól lesz különb az állattól, hogy nem akárkivel él nemi életet, nem akárkivel párosodik, vagy vagy, 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 lép intim kapcsolatba, hanem csak a férjével, vagy a feleségével. És annak a megfelelő idejében, amikor a, a, nő, amikor a nőnek havi periódusa van, meg utána az egy, az egy tisztasági hétben, olyankor nem élünk házas életet, amikor házas életet élünk, akkor ezt nem, hogy mondjam, ezt nem, nem frivol módon tesszük, hanem behúzuk a függönyt, becsukjuk az ajtót, gondoskodunk róla, hogy, ez, hogy a hálószobában ne legyen semmi, csak én és a feleségem, csak én és a férjem, csak te és a férjed, vagy te és a feleséged, hogy ne férjen kettőnk közé, ne férjen kettőnk közé senki. Ezért nem helyes, hogy egy hálószobában például van tévé, azt gondolom, hogy ez, ez nem egy jó dolog, hiszen akkor már valami oda kettőn közé férkőzik. Hol ott a hálószoba, az a férj és a feleség intim teritóriuma, az a férj és a feleség magánterülete, ezért ezért, ezért, ezért oda, oda, idegeneket beengedni semmiképpen nem helyes, és a tévé az idegen, sőt, nem csak egy, ha, bekag, ha, beteszel egy tévét a hálószobádba, akkor nem csak egy idegent engedsz be, hanem beengedsz sok-sok idegent, ugye azt a csomó reklámhőst, azt a csomó filmszínész, azt a csomó televíziós műsorszereplőt, és így tovább, és így tovább. Ők mind beférkőznek az ember hálószobájába, mind ott ülnek a kispárnánk szélén, ami természetesen nagyban veszít, vagy nagyban ö, hozzájárul ahhoz, hogy az intimitás az esetleg ö, csorbát szenvedjen, ne, hogy Isten meg is szűnjön, és akkor valóban a szexuális együttlét az olyan lesz, mint az állatoknál. E, már pedig nem ez a feladat. A feladat az az, hogy mindent ember módon csináljunk, hogy mindent a zsidó emberek, mindent zsidósan csináljunk, mindent lehet csinálni, csak úgy, ahogy a Teremtő Isten megparancsolta. Ehetünk, ihatunk, aludhatunk, élhetünk házas életet, annak rendje és módja szerint, és a parancsolatok, a parancsolatok, megtalálásával, vagy parancsolatok megtartásával pedig hogy el tudjuk érni azt, hogy a profánból szentet csináljunk, hogy Istennek ezáltal, amikor, hogy Isten, ugye, hogy ha, ha, ha hétköznapiből szentet csinálunk, akkor Isten otthon érzi magát ezen a világon. Ez fog történni, hiszen akkor, hiszen Isten szent, és Isten úgy ott érzi otthon magát, ahol szentség van, a szentség tehát azt jelenti, hogy valamit elkülönítünk, valamit félreteszünk egy speciális célra. Ez a speciális cél az Isten szolgálat kell legyen. Így tehát Isten ezen a világon, ezen a profán fizikai, hétköznapi világon, ezen otthon fogja érezni magát, hiszen minden az ember cselekedeteiben megtalálható lesz, meg lesz található az ember beszédében, az ember gondolataiban, az ember viselkedésében és az emberi társadalom együttműködésében. <kül> Így tudunk Istennek a földön hajlékot készíteni, ahol Istennek házat készíteni, ahol, ahol Isten ténylegesen otthon érzi magát. Kedves barátaim, ennyi volt a mai tanulás, így Záin Mózes Mózás születésének napja és halálozásának napja évfordulójára. Holnap este péntek van, utána szombat este, legközelebb vasárnap este várlak benneteket 8 órakor sok szeretettel. Természetesen a mai tanulás anyagát is ki fogom tenni ide a Facebook oldalra, és szintén természetesen várom a kérdéseket, ha van bárkinek privát kérdése, itt ezen a Facebook oldalon magánüzenetben, magánüzenetben elküldhet, és akkor vasárnap Isten segítségével fogok rá alkalmat találni, hogy ezt, hogy ezt meg tudjuk beszélni. Mindenkinek szép estét, kívánok jó egészséget, további kitartást, és természetesen kellemes hétvégét, sabát, békés, Boldog szombatot! Sziasztok!